Szokatlan a helyzet számomra, hogy egy mikrofonba csak beszélek, és nem lóg gitár a nyakamba. Kérdezem, hogy mit kell ilyenkor mondani, amikor egy ilyen helyzetbe kerül az ember, és ott a WC előtt azt mondták, hogy ez ugye hát minimum az, hogy örülök, hogy itt lehetek. Ennél ezt talán mindenki fejezik. Volt egy olyan ötlet, hogy összekapcsoljuk ezt a kiállítást, megnyitom ezt a kiállítást egy ilyen mentálhigiénés panellel, ami egy ilyen kerekasztal beszélgetés, ami olyan témákat boncogatnak a jelenlévők, amik egy picit még néha még tabú függőségek felől fognak elindulni. Nem vagy egyedül, ez egy olyan üzenet, amit nagyon szeretnénk kihangosítani, és ami ennek a városnak úgymond a DNS-éhez tartozik, ezért szervezünk a Tanszi Fesztiválon is, és egyéb alkalmunk és olyan programokat, amelyek bátran szólnak azokról a másságokról, azokról a kisebbségekről, azokról a problémákról, nehézségekről, amikkel együtt élünk mi magunk is, és amiknek a feltárásához, a kismeréséhez mindig hozzá tud tenni egy-egyen alkalom is. Akkor így összekavarodik minden az emberben, és úgy érzi, hogy ott van valahol a szinte egy ilyen kozmikus magányban a világűrben, és akkor körülötte érzi az univerzumot, meg minden, de így mégis egy ilyen nagyon, meg az egész emberséglet, meg a létet, a lét lényegét, meg nagyon sok mindent, és mégis nagyon egyedül van ezzel a gondolattal. Nagyon sokszor kezdek ilyen gesztusokkal, sokszor az első ecsetvonás az, hogy megtörjem azt a vizuális csendet, ami a fehér vászonnak a nyugalma, vagy valami minden, és hogy egy kicsit így felpofozzam az egészet, hogy izgalomba hozzam magamat is. Ilyen is van, és akkor ezek a gesztusok, energiák ott alul lapnak, még ha rá is festek később több léjjelbe, akkor is ott mozog, megindul valahogy ez az erő, ez az energia, ez ott mozog alatta. Megláttam egy kidobott csocsóasztalt, és akkor nekem már a lelki szemeim előtt akkor abból már megjelent egy oltár, hogy fogok ebből csinálni egy aranycsapatot, DNS lánccal, egy furcsa ikonográfiával, akkor ezek így megjelentek, és akkor én azt ott ilyenkor egy kicsit benne az a recycle is, tehát egy kicsit kimentettem a szemétből, hogy azt láttam, hogy ennek még van egy kis élete, azon kívül, hogy szeméttelepre megy. Kiállítást megnyitom.